élményjáték délelőttöket szervezett a Kárpátia Kincsesház. Ága Ritát kérdeztük a programokról és a résztvevő gyerekeket élményeikről. Élményjáték délelőttöket szervez a hét folyamán és a következő hetekben is a Kárpátia Kincsesház. Erről kérdezem a Kárpátia Kincsesház rendezvény szervezőjét, Ága Ritát. Köszöntöm Önt! Mit tudhatunk ezekről a táborokról, mik történtek ezen a héten? Köszöntöm én is a kedves nézőket! Már a múlt héten elkezdődött ez a 3 hetes kis rendezvény sorozatunk. Hát naponta új ötletekkel igyekszem készülni, új játékokat megtanítani a gyerekeknek. Kézműveskedünk, helyszínek között itt kicsit váltogatunk, mert a helytörténeti gyűjtemény is egyik helyszínünk, és az újonnan összeállított kiállítással megismerkedhettek a gyerekek, játékos kis feladatokat oldhattak meg itt a múzeumnál. Jó pár népi játékot kivittünk, a gólyalábtól kezdve a lengőtekéig, a mocsárjáróig, de hát sok színes feladat volt, és hát olyan élmények, hogy beöltözhetünk a nagy subába, a nagy sapkába, a nagy csizmába, úgyhogy élvezték a gyerekek, vannak ilyen fejlesztő kis játékok, fa, képkirakók, és ehhez hasonlók, úgyhogy igyekszünk őket lekötni azon a helyszínen is, és itt a művelődési házban is, meg szerencsére az iskola udvarba, az árnyas fák alá is be tudunk jutni. Tehát ha itt vagyunk a művelődési házban, általában kézműves foglalkozások kerülnek itt sorra, szabadidőnkben pedig van egy nagyon klassz ugrálóvár az iskola udvaron, a trambulin is állandóan fel van állítva, és akkor általában ilyen csoportos nagy játékokat szoktunk véghez vinni a kinti részeken, de hát van, hogy a kézműves dolgok kikerülnek még az udvarra is, mert annyira kedvet kapnak a gyerekek. Hát készültek itt az elmúlt hetek, napok folyamán például, már föl se tudom szinte sorolni annyi minden. Most itt a napokban a gyöngyfűzés volt, telefon vagy papírzsebkendő tokok készültek, tulipános kulcstartó, nagyon sok minden, el se tudom mondani, és én még készültem egy ilyen meglepetéssel, ami még nem igazán volt itt a táborok sorozatában, egy ilyen jó kis kincskereső játék, ami úgy a szabaduló szobák elvére készült, és erre már úgy edzettünk hétfőtől kezdve, ez múlt szerdán volt, és hát meg kellett keresni a kisteleken az eltűnt kincseket, a kalózok kincsét, és hát végére meg is lett. De hát sok bonyodalmas, keresős, logikás feladatot kellett a gyerekeknek végigjárni, hogy eljussanak a kincshez. Szerintem nagyon élvezték, de hát majd megkérdezik, hogy melyik volt a legjobb, aki végig itt volt, akkor az tud nyilatkozni, hogy melyik nap volt a legizgalmasabb. Tehát szerintem minden napra jutott egy kis élmény. Kézműves foglalkozással is készültek a gyerekeknek, erről mi tudhatunk? A mai napra már itt készülődik nekünk Zsolt, Ivkó Zsolt, bőrműves kis bemutató lesz, nyilván a gyerekek is hozzáférnek a dolgokhoz, úgyhogy ez is egy élmény, hogy nem mindennapi eszközöket használ és anyagokat, úgyhogy új technikákat, új anyagokat igyekszünk megismertetni a gyerekekkel. Mi tetszett a héten, melyik volt a legjobb program számodra? Szerintem az ugrálóvár, meg a vízipisztolyozás, meg ennyi, mondjuk minden. Nekem a kézműveskedés, meg amikor Szabolcs eljött, a kézműveskedés az azért, mert nagyon szerettek kézműveskedni, meg jó volt csinálni ilyen dolgokat, mert hát jó volt. A Szabolcs, az, amikor meg eljött, az meg azért volt jó, mert különböző ilyen játékokat hozott, ami ilyen, meg ugye ki lehetett próbálni, hogy milyen volt vakként, meg elvis simogatni. Nekem a telefontok készítés volt a legjobb, azért, mert megtanultam varni, és sokat csináltam belőle. Én nekem a karkötő meg a nyaklánc készítés volt nagyon jó, azért is, mert én szeretek ilyen nyakláncot meg karkötőt fűzni,
meg az nagyon jó elfoglaltság. Azt tetszett a legjobban, amikor ugye ezt a kincset kerestük, hogy ilyen feladatokat kellett megoldani, és a feladatokban voltak ilyen kódok, és azok vezettek el a kincshez. Én nekem a táborban azt tetszett a legjobb, hogy kincset kerestünk, fülöttünk, és nevettünk minden nap, és ez volt a legjobb a táborban, és nagyon szerettem. Az nekem, hogy amikor így van az a gyöngyfűző, és akkor én fűzök mindig otthon, és akkor mindig fölveszem utcára. Jaj. Most nincs rajtad? Most nincs rajtam. Mi tetszett még ezen a héten? Az, hogy ezen a héten, hogy lehet rajzolni, meg mindent csinálni. Holy Color Party-t tartottak Kistelken. A rendezvény szervezőjét, Erdélyi Edét kérdeztük a részletekről. A Holy Color Party ezúttal Kistelekre látogatott, hogy a helyi, illetve a környékbeli fiataloknak feledhetetlen élményt okozzon. A rendezvény sorozat 2015 óta a Csongrád Csanád megye legnagyobb és leglátványosabb Holy Color eseménye. A megye több területének kisebb-nagyobb városaiban próbálják megszólítani a fiatalokat ezekkel a rendezvényekkel. A Kistelki vásártéren főként a 10 éves korosztály vett részt. A rendezvény este 7 órakor nyitotta meg a kapuit, a kezdés után nem sokkal, vörös riasztási fokozat mellett egy heves viharzóna érte el a térséget. A szervezők és a rendezők határozottan és nagyon profi módon kezelték a kialakult helyzetet. A főszervezőt kérdeztük a rendezvény kezdete előtt a Holy Color Party történetéről és az esti fellépőkről. Valójában 2015-ben hoztuk létre ezt a party sorozatot, ami alapjába véve Indiából származik. Ott ilyen ősi hagyomány a színes festék dobálás, és ezt Magyarországra is sikerült behoznunk. Először Budapesten került megrendezésre ez a Holy Color Fesztivál, és akkor utána rá egy évre csináltuk meg először Szegeden, ahol először is egy ilyen pár száz fős bulira gondoltunk, de annyira berobbant ez a buli, hogy 3500-an voltunk az első Holy Coloron, és akkor utána gondoltuk, hogy akkor ezt minden évben csinálunk egy folytatást belőle. Ez így is volt, 2016-ban is csináltunk Szegeden, 2017-ben már az ifjúsági napokon, a szegedi ifjúsági napokon szerveztük meg a Holy Colort. Utána 2018-ban Szegeden újból egy saját rendezésű fesztivált szerveztünk, majd 2019-től egy új helyszínen, Hódmezővásárhelyen volt a Holy Color, ahol úgy szintén nagy sikert arattunk szerencsére. 2020-ban, amikor bejött a pandémiás időszak, immár egy kicsit nehezebb időszak jött nálunk is. Nagyon nehéz volt a korlátozások ellenére megvalósítani a rendezvényt, de szerencsére akkor is biztonságosan ezt tudtuk megszervezni. 2020-ban egy új helyszínen, ami kitérek a kérdésedre, hogy miért pont Kistelek, az önkormányzat megkeresett engem és a társamat, hogy szeretnék népszerűsíteni Kistelek város hírnevét, és a környékbeli és a helybeli fiatalokat szeretnék, hogy összetoborozzuk egy nagyon jó kis estére, és láttam benne fantáziát itt Kisteleken. Alapból nagyon megfogott a városnak a hangulata, és az önkormányzatban a vezetők, így nagyon jó kapcsolatot ápolunk, úgy érzem már a kezdetektől, hogy bíznak bennünk, hogy ez valójában tényleg egy nagyon jó kezdeményezésről szól. A fellépők az idei buli itt Kisteleken Szecsei lesz, DJ Szecsei, akit országosan nagyon jól ismernek a fiatalok, és nagyon szeretnek. A második fellépő DJ Lénárd lesz, aki 2015 óta oszlopos tagja a Holy Colornak, valamint a többiek is, Molnár Béti ide sorolhatjuk, illetve kettő új DJ-vel bővült a Holy Color csapata 2 éve, a DJ Gerixel és a Gabróval, akik egy feltörekvő fiatal tehetségek. Itt meg is szeretném említeni, hogy sosem fektettünk úgy nagy hangsúlyt a fellépőkre, mert valójában ez a Holy Color brand eladja önmagát, ami azt jelenti, hogy a fiatalok és a közönség nem
konkrétan a DJ-k miatt jönnek, hanem maga a Holicolor életérzésért. Majd ismertette a fesztivál jellegzetességét, amire épül maga a rendezvény, a Holicolor port. Valójában hatféle színű por forgalmazunk itt a rendezvényeink során. Ez klinikailag tesztelt, bőrbarát és nem gyúlékony, amit kifejezetten szeretnék hangsúlyozni, a katasztrófa védelemmel is be lett vizsgáltatva, EU-s uniós engedéllyel rendelkezik, tehát ehető, iható, egészségre ártalmatlan dologról van szó. 99%-ban kimosható a holipor a ruhából, ha szembe kerül, akkor egyszerű vízzel az is kimosható. Tényleg nem ártalmas a holipor, és ezzel is beszínezhetjük a magunkat, és illetve a fesztivál hangulata egy szuper. A szervezők kiemelten figyeltek a környezeti zajterhelésre is, hogy a lakosság is komfortosan érezhesse magát. Valójában ez mindig egy érzékeny téma, sajnos, és jogos. A környező lakók valójában biztos, hogy nem örülnek, nem mind örül annak, hogy itt hangoskodunk, de viccet félretéve minden hatósági előírásnak megfelelünk, a hang be van mérve, és sosem lépjük át azt a megengedett decibelt, sőt, én kifejezetten erre szoktam figyelni, a hangosítókat mindig figyelem, rászólok, ha kell, hogy mindig a normál érték alatt maradjunk, pont azért, hogy hogy megmaradjon a jó viszony a várossal és a lakókkal, tehát ebben is a maximalista vagyok, hogy odafigyelek a zajra is. Erről a területről annyit kell még tudni, hogy Kistelektől, a belvárostól másfél kilométerre van ez a vásártér, és úgy irányítottuk a színpadot és a hangnak a terjedését, hogy egyáltalán nem, vagyis minimálisan zavarjuk esetleg a lakókat. De a közönség ugyanolyan jól fogja magát érezni, és erről majd a videóbeszámolóban remélem, hogy szót ejthetünk. Végezetül arról kérdeztük, hogy lesz-e lehetőség meg a kistelekieknek részt venni egy ilyen típusú rendezvényen. Valójában én mindig azt hangsúlyozom, hogy nálam az első a legfontosabb a biztonság, második a fiatalok, hogy nagyon jól érezzék magukat, harmadik az, hogy én is elégedett legyek a létszámmal és a rendezvénnyel. Nekem ez a legfontosabb, és jövőben nyilván tervezek. Sosem szoktam nagyon előre tervezni, én mindig ilyen biztosra menő ember vagyok, de már tervezzük a jövő évet. Ha ez jól sikerül valójában, akkor mindenképpen egy még nagyobb durranással készülünk a 2022-es évben itt Kisteleken. Éjszakai gyalogtúrát szerveznek Sipos Ádám és Csúri Mihály emlékére. Csúri Erzsébetet, a túra szervezőjét kérdeztük a részletekről. Harmadik alkalommal rendezik meg az éjszakai gyalogtúrát Kisteleken. Rendezvény szervezőjét, Csúri Erzsébetet kérdezzük. Köszöntelek először is. Néhány szóban elmondanád, hogy mi is ez a gyalogtúra? Ez a túra emléktúra lesz Sipos Ádám és Csúri Mihály emlékére. 2018-ban ők találták ki, ők szervezték, és elég nagy sikert aratott. 2019-ben is szép sikere volt ennek a túrának. Sajnos 2020-ban hirtelen mind a ketten meghaltak, így úgy döntöttünk a családdal, hogy ebben az évben én folytatom tovább. Kiknek is szól ez a túra, kiket akartok megszólítani ezzel a túrával? Ezzel a túrával 0-tól 99 éves korig lehet regisztrálni. Ez a túra a családokról, a barátokról, a jókedvről, a jó hangulatról fog szólni leginkább, tehát nem a teljesítményről. A táv az 15 km, Kistelek és Ópusztaszer. Kistelek a vásárcsarnokból fog indulni, és Ópusztaszeren a sportpályán az lesz a fordulópontunk. Hogy néz ez ki, ilyenkor egyszerre indulnak a résztvevők, vagy külön csoportokban? 6-tól 9-ig lesz az indulás, és vannak, akik egyedül teszik meg, vannak, akik sétálva, futva, ki hogy szeretné. A túra időpontja estére esik, ugye? Mire számítsanak a résztvevők? Hát legfőképp a szúnyogokra. Abból szerintünk lesz bőven. Ugye erdőben is lesz leginkább a séta. De lehet ellenük védekezni szúnyogírtóval, meg különféle szerekkel. Az éjszakai túra, ez leginkább azért éjszakai túra, mert a szervezők így álmodták meg.
de valószínű az lehetett az oka, hogy nappal nagyon meleg van, mert ugye az eredeti időpont az június vége, de mi ugye áttettük augusztusra a vírus miatt, és hát ez elég fárasztó, tehát valószínűleg elég kemény túra lesz, aki nem elég edzett. De nem erről szól, inkább a családias hangulat, a kellemes séta. Ugye az a cél, hogy mindenki teljesíteni tudja ezt a túrát, mire számíthatnak a célba érők? A célba érők emléklapra, éremre és egy nagyon finom levesre, ami már szinte hagyomány a gyalogtúrán. Hol lehet jelentkezni rá, és milyen költséggel jár ez a túra? A regisztrációs díj 1500 forint per fő. E-mail címen lehet jelentkezni, a Facebookon hirdetve van. Akinek ez az összeg problémát jelent, semmi gond, szeretettel várjuk őket is, csak sajnos nekik nem jár az érem, az emléklap és a frissítők az ellenőrző pontokon. Családi nappal egybekötött egészségnapot tartottak Bakson. A település polgármesterét, Búza Zsoltot a programokról, Milánovics Otiliát, pedig Baks és Tiszakálmán falva testvértelepülési kapcsolatáról kérdeztük. Egészségnappal egybekötött családi napot tartanak a mai napon Bakson, erről kérdezem a település polgármesterét, Búza Zsoltot. Köszöntöm Önt, mi a célja ennek a napnak és milyen programokkal készülnek a lakosok számára? Végre most már, ahogy látszik is, maszk nélkül lehet megjelenni. Tulajdonképpen a legfőbb célja az, hogy újra barátkozzunk, újra együtt legyünk, újra egy közösségbe legyünk, hiszen jól megbőjtöltük ezt a másfél évet, én azt gondolom. Nagyon sok rendezvényt, nagyon sok olyan programot kihagytunk, amit amúgy mindig meg szoktunk tartani a településünkön, beleértve a falunapot és egyéb más rendezvényeket, gondolok itt a kicsiktől kezdve egészen az idősekig, és most tulajdonképpen egy picit fáziskésésbe kerültünk, hiszen a falunapunk az július végén szokott lenni, de amikor ezt szoktuk kezdeni szervezni, az jó pár hónappal megelőzi a falunapot, és akkor még bizonytalan volt, hogy lehet-e falunapot tartani, vagy sem, és ezért döntött úgy a képviselőtestet akkor, hogy az idén kihagyjuk a falunapot. Ezt követően lett utána ugye engedmény a beoltottságnak köszönhetően, és mégis úgy gondoltuk, hogy az elmaradt programokat szeretnénk összegyúrni, ezért két programot gyúrtunk össze a mai napra. Az egyik az egy főzőverseny, tulajdonképpen egy családi nap, a délelőtt a családoké, akik tulajdonképpen adják az összességét a településünknek is, a délután pedig az egészségér lesz, különböző szűrővizsgálatok lesznek, ahol bárki részt vehet. Én azt gondolom, hogy az emlőszűrő vizsgálattól kezdve, a bőrvizsgálaton keresztül, a látásvizsgálaton keresztül, sőt lesznek olyan programok is, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet például nyugodtá tenni a gyerekünket, a szülőknek. Tehát egy csomó olyan egészségprogram lesz, ami elősegíti az egészséget, a délelőtt pedig a családoké, és különböző sportvetélkedők lesznek, sportprogramok voltak, meg labdarúgó mérkőzések. Úgyhogy ezzel fog telni a nap. Napnak az egyik része, majd zárásképpen azt gondoltuk, hogy az emberek mégis igénylik az éjszakai összejövetelt, a diszkót és az önfelett táncolást, és arra gondoltunk, hogy a föllépő vendégek után pedig egy retro diszkót fogunk tartani, úgyhogy szerintem a mai nap folyamán, aki kijön erre a rendezvényre, mindenki megtalálja a maga számára megfelelőt, mert ugrálóváltól kezdve, a dodgemig minden van. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan étellel is megismerkedhetnek ma, amit régen kóstoltak már. Hogyan is jött ez a kapcsolat Bakssal, és hogyan is lett Tiszakálmán falvával testvértelepülés? Néhány évvel ezelőtt Baks polgármestere, Búza Zsolt és Tiszakálmán falva polgármestere, Kis Gyula találkoztak, összehaverkodtak, és így indult valójában a két település közti testvérbarát kapcsolat. És mik voltak ezek a legfontosabb pontok, ami így összehozta a két települést? Igen. Hát az egész úgy kezdődött, hogy a két település falunapjára hívtuk meg kölcsönösen egy-egy csapatot, és nagy szeretettel érkeztünk, és vártunk vendégeket, úgy szintén voltunk Bakson bevárva.
Ezután a Művelődési Egyesület keretén belül táborokat, néptánztáborokat szerveztünk, és évről évre egymást látogatták a gyerekek is, és az oktatók is nagy szeretettel adtak elő újabbnál újabb hagyományápoló táncokat. Ezzel valójában a két település nagyon szoros kapcsolatot épített ki, de ugyanakkor most már az egyház közösségek is nagyon szoros kapcsolatot ápolnak egymással, aminek igazán nagyon örülünk, és azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy szeretetből és szívből induló kapcsolattá alakult át, hogy amíg a két település fönnáll, és amíg magyarok lakják őket, ez addig fog tartani. Hogyan érzi magát itt a település ezen a rendezvényen? Hát erre a rendezvényre főzni jöttünk, és versenyezni szeretnénk, és elhozzuk Tiszakálmán falvának a titokzatos ízeit. És szeretnénk, hogyha a baksiak megkóstolnák, és mindenki megkóstolná, aki idejött, és együtt élveznénk ezt a gyönyörű napot.